23 év, 1000 koncert, 3 platina és 7 aranylemez, 10 album, 29 klip, 1 fonogramdíj. Ezek a depresszió számai az idei évben. Hazánk egyik legnépszerűbb bandáját Teltház fogadta Debrecenben, amikor az együttes október 31-én a Roncsbárba érkezett az őszi turnéja során. Utoljára egyébként Ferivel még szerintem a tavalyi kampuszon beszélgettünk, és akkor még a legutóbbi albumotok megjelenése előtt voltunk, ugye, mert az októberben jelent meg tavaly. Viszont ezúton is szeretnék gratulálni nektek, hogy fonogram díjat hoztatok el az albummal. Egy kicsit mesélje nekem, légy szíves, arról, hogy mennyire értitek meglepetésként, vagy nem meglepetésként ez a díj. Mit lehet erről tudni? Hát azt lehet róla tudni, hogy fonogramdíjra már nagyon sokszor jelöltek minket, és még egyszer se sikerült elhoznunk ezt az értéket, úgyhogy valahogy úgy számítottunk rá, hogy most is valahogy ez fog történni, úgyhogy abszolút meglepetésként ért minket ez az egész. De egyébként nagyon örülünk neki, mert végre egy ilyen szakmai elismerést is bezsebelhetünk. Koncertre járó ember vagyok, aki szereti a jó zenét, úgyhogy remélem nem mondok nagy butaságot, hogyha én azt mondom, hogy úgy érzem, hogy ebben az albumban is tökéletesen észrevehető az, hogy a depresszió egyébként mennyire jól tud operálni azzal, hogy semmiből sem hoz túl sokat, semmiből sem hoz túl keveset. Egész egyszerűen sikerül valahogy az én érzésem szerint megtalálnatok azt az arany középutat, ami szerintem nagyon sok embernél ez nagyon pozitívan csapódik le. Ez mennyire tudatos nálatok? Hát az, hogy mennyire tudatos, az nem igazán tudom megmondani. Arról van szó nálunk, hogy a munkafolyamat már eleve úgy épül föl, hogy négyen rakunk össze tulajdonképpen egy ötletet, és négyen, úgymond négy világból érkeztünk, azért annyira nem, de mégis valahogy úgy gyúrjuk össze ezeket a dalokat, hogy négyféle elképzelés van benne, és valahogy így születik meg egy egységes dal. Akkor mondhatjuk, hogy mindenki kompromisszuma egy-egy album? Abszolút. Én azt gondolom, hogy egy zenekarnál szükséges a kompromisszum, legalábbis nekünk ilyen a működésünk, úgyhogy minden album így van, ez egy abszolút kompromisszum. Jó, de azért néha előfordul olyan, hogy valaki jobban kiáll magáért, vagy így jobban kardoskodik valami mellett, nem? Hát persze, nyilván muszáj. Erre is szükség van, vagy szkanderozunk, vagy tehát, hogy akik többen... Kőpapírolló. Hát igen, vagy ha mondjuk hárman akarunk egy dalt, akkor a negyediket megverjük, hogy ő is akarja. Nem. Na jól van, számítottam valami hasonlóra, igen, gyorsan a mocskos részletekkel lehet előjönni. De viccen kívül abszolút így van, tehát kompromisszumok árán születik meg az album, mert demokrácia van nálunk. Ennél részletesebben igazából nem nagyon tudnám ezt így kifejteni. Én annyit mondanék azért, hogy ezt a kompromisszumot, ezt nálunk ez egy, én azt gondolom, hogy pozitív értelemben szeretjük használni. Tehát olyan, hogy azért is jó ez nekünk, ha csak nem tudom, a legönzőbb szempontból nézzük a dolgot, mert hogyha mind a négyen elégedettek vagyunk, akkor valószínűleg akkor nagyobb az esély, hogy több mindenkinek fog tetszeni egy adott dal. Ugyanakkor az is előfordul, hogy mondták a többiek, hogy mondjuk egy valaki mondjuk a saját ötletében, vagy valaki másikben nagyobb fantáziát lát, és mondjuk lehet, hogy egyszer nem vagyunk olyan hangulatban, hogy ezt tetszene, de egy más következő próba alkalmával meg mindenki azt mondja, nem is arról rossz, ezt nézegetjük. Szóval nagyon sok ilyen folyamat
folyamaton átmentünk. Nyilván így is mindig számtalan vita van, mire elkészül egy, tehát hogy nem igazán fontosnak tűnő kérdésekben, és olyan őremenő vitákat tudunk, most már jellemzően inkább messengeren, tehát hogy A közös csoportban. Igen. Ádám már némította is, tehát hogy... Vannak ilyen dolgok, de egyébként de az a lényeg, hogy a végén mindig eljutunk egy olyan eredményre, amit nyugodtan szívesen teszünk a saját polcunkra is, meg az emberekére is. 20 éve együtt vagyunk. Ez még na hát ezért nehéz, nem? Igen, de én azt gondolom, hogy minden jó kapcsolatnak, és ebből a szempontból nevezhetjük ezt is annak, talán az egyik legfontosabb alapköve az, hogy figyeljünk a másikra, meg hogy egyébként legyünk kompromisszumkészek, és próbáljuk meg mindig megtalálni a közös nevezőt. Általában, amikor van valami dolog, amikor rezeg a léc, akkor mire gondoljon egy átlagember, hogy mondjuk hangzásbeli különbségek vannak, vagy erősebb ízlés? Igen, szerintem az ízlés, vagy az, hogy igazából mindenkinél teljesen egyértelmű, hogy a lehető legjobb eredményt akarja, tehát ez nem is kérdés, tehát hogy a legjobbat szeretné a zenekarnak. Inkább olyan dolgok döntenek, mint a személyes meglátások, vagy a személyes érzetek egy dallal kapcsolat, de igazából az szokott a döntőbíró lenni ebben a kérdésben, hogy alapvetően a közös ügyünk az fontosabb, mint az egóink. És általában, ha amíg ez uralkodik, addig mindig meg tudunk oldani szituációkat. Ne felejtsük el megemlíteni, hogy teltházas buliról van szó itt Debrecenben, de nem csak itt, hanem ha jól láttam, itt az őszi turné során sorban jöttek nektek a teltházak. Hogy értékelitek ezt a teltházas sorláncot? Hát örülünk neki nyilván. Teltház vagy teltház közeli nézőszámok voltak eddig a turnén. Most tartunk egyébként körülbelül felénél ennek a koncertsorozatnak. Örülünk neki, és nyilván igyekszünk meghálálni a magunk módján egy nagyon jó bulival. Ha már említetted, hogy felénél jártok ennek az őszi turnénak, akkor én is úgy láttam, hogy ugye hamarosan egyébként novemberben lesz majd a Barbanegrában egyébként a záró akkord. Általában ahhoz vagyunk szokva egyébként, hogy inkább ilyen decemberre teszik az őszi-téli turnénak az zárását. Hogy jött ez most nálatok, hogy már novemberben elkezditek? Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy őszintén szóval ez egy ilyen kicsit ilyen háttérinformáció, hogy a tumultust el akartuk kerülni. Mi is régebben egyébként mindig október-novemberben turnéztünk, és igazából erre álltunk is, tehát tulajdonképpen egy ilyen bevett szokás. És azért is gondoltuk ezt ideálisnak, mert így van az év végén egy kis pihenőnk, amikor a családdal, meg egyéb dolgainkkal tudunk foglalkozni. Jövő év végén pedig már el tudjuk kezdeni a dalszerzést, ami talán még egy nem publikált információ volt eddig, az, hogy a jövő évnek az első, azt mondom, hogy 3 hónapját, az biztosan, hogy még ilyen alkotói szabadsággal fogjuk tölteni, hogyha ez egy jó kifejezés erre. Lényeg az, hogy csak április közepén térünk majd vissza a színpadokra, és ezt az 5 hónapot meg tulajdonképpen szeretnénk arra kihasználni, hogy egyrészt feltöltődjünk, meg elkezdjük már az új dalokat írni. Van-e esetleg már valami olyan érzés például, ami benned van, hogy milyen irányba szeretnéd majd, vagy milyen irányokat szeretnél majd mondjuk zeneileg megfogalmazni a te magad részéről? Húha. Igazából vannak már ötleteim az anyaghoz, de nyilván ezek olyan kezdeti stádiumban vannak, hogy lehet, hogy a vége nem is az lesz, amit én fölvázoltam magamnak, hanem teljesen más. De alapvetően vannak gondolataim. Ilyenkor például arra gondoljak én, egyszerű mezei ember, hogy mondjuk amiket hallgat zenéket, azok befolyásolnak, vagy már mostanra megvan egy olyan kiforrottabb zenei ízléses stílusod, amit szeretnél visszahallani majd akár a saját zenéitekben. Ez pontosan így van. Van valami, ami tetszik, és azt keresem, amit szeretnék hallani. Tehát nem másolni, hanem hogy amit szeretnék hallani, azt próbálom dalba önteni.
ennyi idő alatt mindenképpen már az elején nyilván minden zenészre hatnak már, zenészek inspirálódik belőle, természetesen mi is nyitva tartjuk a fülünket, tehát halljuk, hogy mi történik most a világban, de az embernek van egy saját szűrője meg, ahogy benne lecsapódik a dolog, meg hát nyilván mi is a kezdeti szájpróbálgatások után nyilván eljutottunk oda, hogy azt gondoljuk, hogy az a saját stílusunk, vagy ahogy mi szeretünk zenét élni. Ebből egy kicsit egyébként néha nehéz is kimászni, hogy megújuljunk, meg frisset csináljunk, mert nem az sosem volt probléma, hogy új dalt szerezzünk, hanem az, hogy mitől lesz ez érdekes számunkra, a közönség számára, és ez egy necces határvonal, emiatt nehezebb, és mindig kell még jobban feljebb tolni a lécet, hogy tudjuk meglépni ezt. De igazából ötletek terén én azt gondolom, hogy most is el vagyunk látva. Nekem is van olyan dalom, amiről azt gondolom, hogy hú, na ez lesz a tutiság, lehet, hogy leviszem a terembe, többiek azt mondják, hogy na ne viccelj, tehát hogy ezt nem. Szóval van ilyen, tehát hogy mindig előfordul, de aztán valamire végül mindig jutunk. Tehát, hogy működik nálatok egyébként az alkotás? Ilyen külön-külön is próbáltok ilyen kis szerzeményeket vinni, vagy csírákat, vagy ti leültök, és akkor egyszerre próbáljátok összehozni a különféle dalokat? Változó, különböző módszereink vannak. Igazából Feri általában összerakja otthon a komplett dalvázatot, amit csinál. Nálam meg az Ádinál sokszor van, hogy nem is egy komplett dalvázat van, inkább mondjuk egy ilyen fél dal, illetve mi Ádival mi feldemózzuk már otthon magunk tulajdonképpen feldemózzuk ezeket az ötleteket, és így mutatjuk meg a többieknek. De a régebbi lemezeknél szinte minden albumnál előfordult például, hogy jammelésből született egy dal. Az utóbbi időben ilyen nem nagyon volt, de az új lemezen például simán előfordult, hogy megint lesz egy ilyen, hogy így a pillanat szüli tulajdonképpen a dalt. Te melyiknek vagy a híve egyébként? A pillanat szüli a dalt, vagy szeretsz előtte már otthon így gondolkodni kis saját dolgokon? Igazából szerintem mind a kettő tud működni. Szóval nem emelném ki egyiket se, mind a kettőnek megvan a varázsa. Nyilván az baromi jó, amikor a semmiből 40 perc egy óra múlva születik egy már majdnem dal, jó, nyilván nem szövegestül, meg mit tudom én, de hogy úgy érezzük, és így jön. De az is jó, amikor meg így elbíbelődgetünk vele, meg nyilván sok szempontból meghallgatjuk, megnézzük, van idő többször ráhallgatni, és lehet, hogy jönnek olyan ötletek, ami működik. Szóval nem emelném ki egyiket se igazán. Igazából én is azt mondom, szerintem sincs egy egységes módszer, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindig egyfajta módon születnek a depresszió dolgok. Inkább az a jellemző, ahogy elfogadjuk őket, tehát hogy amikor ráérzünk, hogy na igen, ez jó, tehát hogy ez működhet, és akkor megjön ez a, hogy mondjam, ez a lelkesedés, ez a szerzői lelkesedés, hogy érezzük a dolgot, csináljuk, faragjuk, forgassuk, küldözgetjük egymásnak a verziókat, meg minden. Ez egy nagyon klassz dolog. Van, amikor nincs ilyen, és egyszerűen csak préselgetjük a dalt, és valahogy kijön, és érdekes módon néha azok is baromi erős dalok tudnak lenni végül utólag megítélve, de nyilván mi is azt szeretjük, amikor van egy ötlet, egy ihlet, amit így keresztül viszünk. Ugye az első albumotokat azt a Bikini stúdióban Loizi segítségével raktátok össze, ahhoz képest most mennyivel változott már a munkafolyamat? Hát nézd, az egy, ugye azt annak idején még lemeznek hívtuk, az egy maximum egy demo, tehát ez egy 8 nap alatt, keveréssel együtt 10 nap alatt készült felvétel, amikor még abszolút nem voltunk még a hangszereinek, még a birtokában sem, tehát hogy és az ott eltett 23 év, amire azt gondoljuk, hogy érett zeneszerzők, meg egyetem fejben is érett emberek lettünk. Nagyon-nagyon más a folyamat, technikailag is megváltozott a dolog, tehát maga az, hogy az egész folyamat hogy zajlik, az, hogy sávokat küldözgetünk egymásnak, de akár a lemez producerének is, hogy véleményezze, vagy mutassa meg ő a saját elképzeléseit, hogy mit csinálna másképpen. Illetve hát maga a folyamatok, hát annak idején itt 8-10 napról beszélünk, úgyhogy zenélni nem nagyon tudó gyerekek, akik egyébként nagyon lelkesek, azok fölkalimpáltak valamit ott a stúdióba, ahhoz képest az, hogy most hónapokig készülnek maguk a felvételek is, tehát és azok is olyan körülmények között, de nem amikor muszáj meg lejár a stúdióidő, hanem bemegyünk, és amikor éppen jó rajta dolgozni, meg jó hangulatban vagyunk, akkor csináljuk, és akkor van ennek természetesen azért egy valamilyen határideje, de hogy alapvetően a lehető legjobb játszásokat szeretnénk rögzíteni, annyit gondolkozni a felvételeken, akár
akár utólag is javítgatni, amennyit szeretnénk. Szóval ezek mind olyan lehetőségek, amivel azt gondoljuk, hogy jobb minőségű lesz a produkció, és egy jobb dolgot tudunk az emberek elé tenni, de ami nekünk nagyon fontos, az, hogy nekünk is ugyanúgy tetszen, tehát hogy ezt magunknak készítjük ezt a lemezt, de a közönségnek is. Mikor foghatjuk a kezünkbe esetleg a produktumot, van-e már terv? Főleg arra vagyok kíváncsi, hogy már jövőre ezt hallhatjuk, vagy megtartjátok mondjuk a 25 éves szülinapra? Erről nem tudom, volt már valami döntés. Mondom én, de... Szerintem jó. Mondja ő. Ami, legalábbis vázlatosan magunknak most azt írtuk elő, hogy miután most több ilyen igazából korszakos dolog jön. Például jövőre lesz ugye 20 éves az egyik legnagyobb sikerlemezünk az egy életen át, aminek nyilván majd fogunk szentelni korszakot, utána 25 éves jubileumra megy a zenekar. Tehát nem vagyunk olyan kényszerben most, hogy most nekünk azonnal lemez kell. Abban maradtunk magunkkal, hogy a lehető legkényelmesebben a legjobb ötleteket gyűjtögetve, amikor mi úgy érezzük, hogy készen vagyunk, és most tényleg egy olyan nagy dobást tudunk az emberek elé rakni, akkor fogjuk megcsinálni. Az viszont nem kizárt, hogy közben egy-egy dallal néha előrokkolunk, egy kicsit eltérünk a megszokott stílusunktól, hogy nagyon az albumra koncentrálunk, simán előfordulhat, úgyis ez a ma igazából érthetően a trend, vagy hát hogy mondjam, a technikai meg az egyéb folyamatoknak betudhatólag azon, hogy nagyobb hangsúlyt tud kapni egy-egy dal, amikor megjelenik videóklippel egy új dal, úgyhogy valószínűleg ilyen köztes modellben gondolkozunk most, de nekünk az az elsődleges, hogy először mit akarunk mondani, majd azt, hogy utána azt hogyan mondjuk, meg hogyan tároljuk, az egy dolog, de először az legyen egy erős mondani való. Most így 2023-ban, itt október végén megkérdezzük mindannyiótoktól, így egyesével, hogy mit jelent számodra ez a zenekar, mit jelent számodra a depresszió, akkor most hogy foglalnád össze? Hát igazából mindent. Picit a gyerekem, picit a, nem tudom, eddigi életemnek a munkája, hiszen azért több, mint a jelenlegi életem felét ezen a zenekarral töltöttem. És milyen fiatalok vagyunk. És amúgy meg igen. Szóval igen, tehát hogy én úgy tekintek erre a dologra, hogy ez nem feltétlenül egy munkahely. Nyilván van munka része is, hiszen el kell menni a koncertre, meg kell csinálni a hangbeállást, fel kell játszani mondjuk stúdióba a dalokat, próbálni, stb. De inkább ez egy ilyen hitvallás szerintem. Szóval ez egy 0-24-es dolog. Ez nem olyan, nem leszólva nyilván azokat a típusú munkákat, amikor az adott ember bemegy a munkahelyére reggel 8-ra, és délután 4-kor becsukja az ajtót, és nem érdekli, hogy hol mi történik ott a továbbiakban. Nekünk ez egy 0-24-es ügy igazából, ez az egész zenekar, tehát sokszor felhívjuk egymást, nem tudom, majdnem az éjszaka közepén, hogy hú, figyelj már, akkor ezt, itt van egy ilyen, hogy oldjuk meg, mit tudom én. Szóval igazából ezen jár az agyunk. Nyilván ezen emellett azért igyekszünk normális életet élni, és mindenki a családjával, szeretteivel is foglalkozni. De talán ezt tudnám mondani, hogy igazából ez ilyen minden, és valamilyen szinten eddig is, és azt gondolom, hogy ezután is egy egészséges mértékben minden ennek van alárendelve. Pont a múltkor beszélgettük, azt valaki megkérdezte, hogy amikor ilyen nagyon problémások voltak, hogy nyilván már a nem tudom, akár az anyagi, vagy a koncertezés, meg minden a pandémiának köszönhetően, hogy akkor nem merült fel, hogy mást csinálok, és mondtam, hogy de mi más tudnék csinálni, tehát nekem az a hivatásom, hogy halászferi vagyok a depresszióból, tehát érted? Szóval, és ahogy a Dávid is mondja, hogy nyilván amellett, hogy igazán mindenféle szempontból nyilván ez a munkánk hivatásunk, meg ez a hobbink is, meg ezt szeretjük csinálni, meg ez egy választott életforma, amiben hála Istennek azt csinálhatjuk, amit szeretünk, nem nagyon különíthető el tőlünk, tehát nincs olyan, hogy akkor én most szögre akasztam a
depressziós gúnyát, hazam megyek, és akkor most más. Nyilván otthon nem ordibálok a kanapén, tehát hogy ilyen különbségek természetesen vannak, de eléggé összefonódik azzal, aki vagyok. Mert ez azért is van, mert nálunk nem az van, hogy oké, hogy előadunk művészt, meg előadunk dalokat, meg mindent, de mi azt adjuk elő, amik mi vagyunk, vagy ahogy mi érzünk, és szerintem egy nagyon-nagyon fontos pontja a depressziónak, hogy akkor is, hogyha néha tudjuk, hogy lehetnénk, nem tudom, mondjuk ötször népszerű, vagy kétszer, vagy tök mindegy, valamilyen olyan dal, amit mi nem akarunk csinálni, vagy olyan viselkedéssel, olyan megjátszott közösségi dolgokkal. Szóval nem akarok belemenni, mert senkit nem akarok ezzel lekézni. Az a lényeg, hogy mi csomó kellemetlen helyzettől megmenekülünk, viszont a másik oldalon meg többet kell dolgoznunk, hiszen akkor az van, hogy oké, marad az, hogy itt jó minőségben azt a produkciót csináljuk, amit akarunk, viszont akkor azért meg össze kell szednünk magunkat, és minden egyes alkalommal úgy teljesíteni, amennyire csak tudunk. Kreativitás. Lényegében az életem minden területén kreatív próbálok lenni, tehát hogyha otthon is körbenézek, akkor minden, ami ott van a szekrény, meg a tárgyakon keresztül, mindent én csináltam. És ugyanígy van a depresszióval is, hogy szeretem a kreativitásomat ebben kiélni. És gyakorlatilag ezt is jelenti nekem. Talán még a szenvedélyt tudnám ide tenni ehhez a dologhoz, például koncerten, az, amit például belőlem is, de szerintem a többiekből is ki tud hozni egy koncert, az nem lehet elmagyarázni. Tehát aki ezt nem élte át még, vagy nem tudja így igazán átélni, annak nem nagyon nehéz elmagyarázni, de ez egy hihetetlen élmény tud lenni minden egyes koncert egyébként. Köszönöm, hogy néztétek a Roncsolót. Műsorainkat megtaláljátok itt az Alföld Televízió YouTube csatornáján, de várunk benneteket a műsor Facebook, Instagram és TikTok oldalán is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!